Ha a következő 2-3 hónapban nem sikerül megállítani az Európai Unió területére érkező migránsáradatot, nagy esély van a schengeni határrendszer összeomlására. Willy Gál Kinga, az Európai Néppárt alelnöke. Az európai parlamenti képviselő elmondta, úgy véli, a folyamatosan érkező migránsok miatt a legtöbb tagállam már életbe léptette a határellenőrzést, azonban ezt a mai rendszer szerint nem tehetik meg 2-3 hónapnál tovább. Én úgy gondolom, hogy Európa minden tagállama és a brüsszeli európai döntéshozók abban érdekeltek, hogy ez a schengeni rendszer fennmaradjon, hiszen mindenki számára világos, hogy ez a legnagyobb értéke az állampolgárok számára, az állampolgárok felé ez a legnagyobb értéke az unió létének. Gyakorlatilag meghal Európában a kereskedelem, a teherszállítás, ha schengeni rendszer szétesik. De ehhez egy következetes lépés kell, meg kell erősíteni a külső határokat. A politikus elmondása szerint az uniós tagállamoknak meg kell erősítenie a külső határszakaszaikat, amihez segítséget nyújthat az éppen ezzel a céllal létrejött Európai Határőrizeti Ügynökség. Gál Kinga kitért arra is, hogy a kvóta kérdés nem megoldás a migránsok kezelésére, eddig is mindössze 200 ember tudtak szétosztani a kvótarendszer alapján. A bevándorlók ugyanis ahelyett, hogy az úgynevezett hotspotokon várnák meg a hatóságok döntését arról, hogy hova kerüljenek, szétszélednek és eltűnnek Európában. Egyértelmű, hogy ők gyakorlatilag Németországot, Svédországot akarják megcélozni, és ez is megkérdőjelezi, hogy mennyire menekült kérdés ez a kérdés, és mennyire nem az, hiszen el is mondják, hogy őnekik nagyobb és jobb szociális ellátás az érdekük. Na most, hogyha valóban menekült kérdésről van szó, akkor a menekült és a családosan érkezik, akkor az a célja nem, hogy minden előbb a családjának magának biztonságot szerezzen, és egyáltalán nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy 20-40 körüli férfiak sokasága, akik pontosan tudják, hogy hol jobb a szociális ellátás, és pontosan tudják, hogy mit akarnak. Erre azt mondom, hogy nekünk Európa stabilitása kell a célunk legyen, és az, hogy a közösségeinket megtartsuk és megvédjük. Gál Kinga mindenről nyílt Csaholyban egy lakossági fórumon nyilatkozott televíziónknak, ahol időközi polgármester választást tartottak január 24-én vasárnap.